meg, valami zenét küldtök? Hát, mit küldjünk, mondjad már, valamit! Hát valami jó, rutyugó zenét, nem? Rajos Annál is indulom, 15 perc és ott vagyunk. Tudod, tesóm, hogy szeretem a Jack Daniels ütve legyen. Milyen jó lenne, ha újra eljönne egyszer? Örülnék neki. Azóta ikonikus szövegünk, hogy éljenek a kovácsok! Nekünk a kedvencünk, személyes kedvencünk a Gege. Tőle a Bututututu! Bututututu! Mit mondjak, mire vagy kíváncsi? Mit kell mondani? Mondok valamit. Már ma vigyázzanak a nők, meg az emberek és az asszonyukra, ma mindenkit megkúrok. Basznak fűvel, fával, csak minket néznek bokornak! Sziasztok, ez itt a Parti Sérkveszt legújabb adása. Hosszú kihagyás után újra itt vagyunk a Larumba, Bulián, Esztergomba, a Rögbi Klubban. Megérkeztünk már nyitásra, és már nagyon nagyszerű hangulat fogadott minket akkor, és az este csak folytatódik tovább, hajnali 4-ig nincs megállás. Hát gyertek, sziasztok! Sárkány! Bejöttök egy diszkóba, így kell bejönni. Pa, pa, pa. Szerepeltél már, amúgy. Igen, jó nők, kevés cigányok. Éljenek a kovácsok! Vadulj meg, Esztergom! Vadulj meg! A múltkori múlj után mennyire ismernek fel téged? Sokan felismertek az utcán, jöttek képet kérni, stb. Hát így a legjobb! Vagyok végig, Esztergom! Szerintem a legtöbbet, amit utaztunk ilyen buliért, az körülbelül olyan 150 kilométert megcsináltunk. Elég korán van még, de mit tapasztaltok? Megérte eljönni ide ma este? Persze, hogy megérte, biztos, hogy az biztos, hogy megérte a utat, és a hazaút meg még jobb lesz, mert akkor már jobban beleszünk intoxikálódva. Eljöttünk katyogni Szlovákiából, mert koronita az nekünk az életstílus, úgyhogy amúgy köszöntöm a nézőköt, remélem benne leszek én is a YouTube-on. Anyunak megmutatom magam. Jól érezzük magunkat, el vagyunk. Ennyi. Hát, mit mondjunk? Jó minden, jó minden, jó a buli. Meg vagyunk, nagyon jó a buli. Most kezdett a Chris J, de még jön a Marcel Fritz, a Larion Grande, és hajnalig nincs megállás. Az biztos, hogy nincs itt megállás. A Larumba hozta megint a szintet, és reméljük továbbra is fogja hozni. Talán a negyedik buli, hogyha jól számolom, mert volt először egy Dobozilacika, egy Kuno Mario, egy GVM, meg most itt vagyunk az előbb felsorolt nevekkel, a Larion Grande Birthday Partyn. Ti melyik bulikon voltatok? Hát én most többiben most vagyok elsőnek. Én eddig összes buliukban voltam, mert mindegyik nagyon pacek, és remélem még többször is lesz. Az előző bulikban hogyhogy nem voltál? Miért csak most jutottál el ide? Hát azt még én sem tudom. Ez az, kihagytál itt aztán, de most már bepótolod. Hát az biztos. Mit szólsz egyébként, mikor először bejöttél ide a Larumba rendezvényére? Mi fogadott téged? Hát amúgy a zenék, helység, kurva jó. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Reggel 4-ig nyomjátok, így nyomjátok! Vagyunk meg itt! Melyik fellépőt várjátok? Összesen! Összesen! Gegi, Gegi! Milyenek a zenék eddig? Hát milyen zene megy itt? Mi? Milyenek a zenék eddig? Jók a zenék! Jöttünk, Kecskemétről jöttünk! Éljenek a nagyok!
Ide jöttünk Kecskemétről! Jó, megint dönni magadba! Vagyunk még itt! Jó vagyunk, kimarcsi van, kimaradás van! De megindul itt a Larom a következő rendezvénye, megjött a Chris J, és egyben a Rossz Lágerét játssza le! Hát persze, mit jól tehet? Chris J a király! És melyik zenéje? Tessék? Ez melyik zenéje? A Rabbit Hole! Azaz! Kitáncoljam videóba! Igen, meg hogy van a szövege? Énekelj közben! Birds in the Let me know, let me know. Neked fent kellene lenned a színpadon! Hát amúgy az kéne, de így csak a TikTokra kerülök! Így van, az is jó! Kikerülök? Kikerül, persze! Akkor jó van! Mire, kivel jöttél egyébként, barátokkal? Itt a családom, velük jöttem! Gyere! Ezek picit magatokról! Hogy indult a ma este, hogy ti ma itt leszek a Larumba bulin? Eddig jó! El vagyunk! Ennyi! Mikor érkeztél ide ma este? A Larumba legjobb! Hát olyan 11 fele! Hogy érzed magad? Én nagyon jól! Vadulj meg, Esztergom! Mikor jössz legközelebb? Következő alkalomról! De megígéred? Meghár! Itt leszel? Mit fogsz akkor inni? Mi? Mit fogsz akkor inni? Várjál rád! Elvitték a barátnői! Táncolsz. Csak nézzek a testvéreim! Ja, így van. De azért már jobb egyedül, mint magadban? Pontosan. De mi a termék mára? Tervezel mással is táncolni, vagy csak így a tükör előtt egymagad? Hát olyan, ez nem tudom szóval kötni hozzám, tehát hogy ennél a kis csöpségnél voltak mindig a bulik. Ebben kegyetlen jó ez a buli. Melyik felépőt várjátok ide a ma este? Mindegyiket. Chris J. Ő már végzett. De visszavárom. Hát a visszajön, a meglepetések éjszakája. Az biztos. Nagyon sok felépő a mai napon, ugye van egy születés a Zsunglarion Grande. Jön a Marcel Fritt mindjárt hamarosan. Az Edem is itt van, és még a Gege is. Nem tudom, az a baj, hogy igen, átadom a szót a kis csöpségnek, bármit mond valamit. Köszönjük a buliról tényleg, hogy itt vagytok ma este, mit kell rólatok tudni, hogy indult a mai készülődés, ami eszedbe jut. Nem tudom, mit ebédeltetek, milyen volt a mai nap? Minden jó lett volna, az én kocsimmal jövünk, nem máséval. Kicsit elszállt a turbó a B5-ön. Jöttök legközelebb is, remélem. Biztos, mindenképpen. Meg tudjátok ajánlani a Larumba bulit? Ki jöjjön ide? Mindenki! Ki az, aki nem? Na, hogyne? Mit csináljak? Megjött a fizetés! A fizetés volt, mit csináljak? Fizetés volt, mit csináljak? Eberkével nem bírtok! Számodokra a buli eddig! Milyen eddig a mai nap? Nagyon jó! Ilyen! Nagyon jó! Szia, mama! Melyik felépőt vártad ide? Hát még van 4 óra zárásig, kit vársz? Nem vársz? Baj! Vagyunk végig! Úgy néz ki, hogy ez lesz a ma este szlogenje, a vagyunk végig! Ennyi vagyunk végig! Születésnapos! Boldog szülinapot! Vagyunk végig! Vagyunk végig, mama, a szülinapon! Boldog születésnapot! Éljenek a kovácsok! Dorinam Ládenet! Itt tartod? Hogy, hogy itt vagy a mai napon, és itt tartjátok? Az összes barátommal itt tartjuk!
tudni, de hogy geci jó vagyunk. Több mint 100 kilométert utaztunk, hogy itt legyünk. Én nem tudom, hogy mit mondod, de majd otthon meghallgatom. Nem hallom a zenét. Az a baj, hogy már vettem érte, és azt mondta, hogy már biciklóra azt beütött neki, aztán elvesztettük a vonalat már. Már elég régen. Most rá kell lépni. Aki nem bakádja, az a fele. Kurva nagyot megy. Ezért vagyunk itt, vagyunk végig. Kellene egy ilyen imós játék, hogy ahányszor a videóban elhangzik az, hogy vagyunk végig, annyiszor isznak egy peles. Az a baj, hogy én vezetek, én vagyok a sofőr. Hát majd otthon, otthon. Bebódoljuk, be. Megoldjuk ezt. Benne vagyok, én benne vagyok. Vagyunk. Benne vagyok. Korábban voltatok már itt a Larumba buliába? Még itt nem voltunk, most vagyunk először, de kurva jó. Teljesen kész a csáva, megörülök tőle. Miért eddig a majra? A fasz tudja, geci, csak vagyok. Meséljétek picit magatokról, látom, eléggé bevetettétek már itt magatokat a táncszínpadon. Mindenkit letáncoltak, én azt látom. Jól látod, ezt nagyon jól látod. Mi a termára? Mit fogtok ma csinálni? Kimaradási, aztán holnap megbánunk minden. Hát de nem baj, mert akkor a következő Larumba bulin meg lehet előről kezdeni. Ez így van, igazat beszélsz. Hogy indult neked ez az egész? Picit folytassuk azt a friss interjút tovább. Először is sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt. Úgy indult az egész történet, hogy Covid alatt én megismerkedtem a Pure Beat-tel egy barátomon keresztül, és elkezdtünk összejárni, sütögettünk, ilyesmi, és egyszer hozta magával a Free-t, a fecót. Rosszul mondtad, Pure Beat. Ja. Tényleg, tele Pure Beat-tel, és akkor a Free akkoriban keresett magának egy edzőt. Én meg ugye a polgári állásom a személyedző, bár most edzés után nem tudtam menni, úgyhogy össze vagyok esve. És akkor így elkezdett hozzám járni edzésre, tök jó, kijöttünk, és volt egy keddi Hellcat, akkor még kedden volt a Hellcat, akkor elmentem vele szórakozni. És annyira megtetszett ez az egész sztori, hogy onnantól kezdve mentem vele mindig. Tudod, szingli voltam, csajozgattam, el voltam, ilyesmi. És akkor egyszer feltettem neki a kérdést, hogy mi lenne, hogyha így tanítgatna. És azt mondta, hogy oké, de ez ritka elvileg, mert hogy kevés emberben látja, tudod, azt a potenciált, akivel megéri foglalkozni. Szóval nekem ez tök jó érzés volt. És akkor kaptam a feladatokat, vettem otthonra egy keverőpultot. Az, ami a keverőpult egyébként, a Szudi Patriké volt, a Petriké, úgyhogy innen is köszönöm, ami mai napig megvan. És ez, kérlek szépen, amikor megvettem a pultot, az 2022 május 30-a. És másnap, már ugye június 1-én már gyakorolgattam otthon, stb. És akkor a Free mindig adott nekem ott házi feladatokat, tudod, ilyen mixeket kellett csinálnom, de mindenféle stílusban. Retro, classic house, a kedvenc zeném, az aktuális slágerek, R&B. És akkor eljött hozzám edzésre, én megcsináltam otthon ezeket a szetteket, mixeket, és akkor beraktam a terembe nagy hangszóróra, tudod, és akkor leellenőriztük edzés közben. És akkor én úgy így van, és akkor így visszagondolva, visszahallgatva azok a mixek, fú, katasztrófa volt, de hál' Isten lekopogom, hogy most már sokkal jobb a helyzet. És ez volt már 2 éve. És mikor elsőnek kaptam lehetőséget, hogy élőben játszak, az kérlek szépen, annak a pontos dátumát nem tudom, csak egy hétfői edzésen benyögte a fecó, hogy jó, akkor csütörtök, mert akkoriban már csütörtök voltak a helyketek, hogy akkor csütörtök te warm-up-olsz a kedbe. Egyből izé beszartam, mentem is vettem egy pendrive-ot, megcsináltam, és akkor csütörtök levormáppoltam, és onnantól kezdve szerintem másfél éven keresztül stabilan minden csütörtök ott voltam vele. Ha másnap dolgoztam, reggel 7-8-tól edzést tartottam, akkor is ott voltam, és warm-up-olgattam. És ez odáig fajult, hál' Isten, hogy egy idő után már mellé is beálltam zenélni, és akkor így vittük a csütörtököket végig. És akkor szép lassan elkezdtem a zenéket gyártani, és ugye januárban volt a Lavuka, ami már 1 millió fölött van, a Shadab pedig 2, mindegy, zárója bezár. Ez nagyon jó egyébként, mert a YouTube gondolom, vagy van, a YouTube-on, és az eléggé meg van halva. Figyelj, a mi videóinkat körülbelül 10 000-en nézik, az a 2 millió, az szép. Most lesz egy jó adásotok, tudod. Most majd oszd meg, légy szép. Megosztom, persze. Hogy azért az jónak számít szerintem, és nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy nem sok DJ publikál saját zenét. Tehát most inkább mindenki jár fellépni, vissza is szorultak, a Covid-ban azért tényleg mindenki ráért, aki tudott otthon dolgozni, és ezek kezdenek úgy látom vissza, és nem tudom, hogy te hogy látod. Ami nyilván neked jó, mert te akkor tudod pörgetni. Hát...
Vagy nyilván. Ez a kollégalitás, mennyire beszéltek erről a szakmába, hogy kellene kirakni valami mixet? Vaj, még tudod, még a setup 2 millió, még 3 évig megyek vele, vagy mi van fejben, állatok? Nem. Részemről nincs ilyen, hogy megyek vele még 3 évig, hanem még most is van egy csomó kiadatlan zeném, hál' Isten. És én az év elején, vagyis hát tavaly, azt megfogadtam Szilveszterkor, hogy minden hónapban szeretnék egy dalt kiadni, és ez hál' Isten, ezt mai napig tartom, úgyhogy... Úgyhogy úgy érzem, hogy 2024-es évben ugye lerakjuk az alapokat, és akkor 25-ben pedig megyünk tovább. Nem mindegy, hogy te szórakozol, vagy szórakoztatni akarsz, így a helyes. Szóval a másik pedig nem az a jó DJ, aki, mert mindig kapom ezeket a mixeket, hogy tessike, jó ez a mix, meg egybe raknak 3-4 zenét, de mondom, nem ez a lényeg, hanem hogy ott vagy a buliba, és a közönséget kell ugye kvázi kiszolgálnod, hogy meg tudod tartani a közönséget, megtalálod a kémiát a közönséggel, úgyhogy meg igazából egy showt kell adnod, szóval szerintem nem elég az, hogy lehajtott fejjel ott mahinálok, szóval én is, ha láttátok, itt ugrabugrálok, meg integetek, meg mit tudom én, lányokra kacsingatok, ilyesmi, tudod. Szóval igazából szerintem ennyi. A kollégáknak már a jó tanácsai, amiket fogadsz meg, hogy tényleg ezek az apró dolgok, amikre tényleg oda kell figyelni, és egy pluszt ad a nézőnek is, vagy hát a közönségnek, hogy igenis mutogatsz, vagy tudod, mikor sok, mikor kevés, egy kis mikrofon, egy kis közös fotó, bármi, foglalkozni a közönséggel, nem csak lehajtott fejjel, és akkor ennyi. Hát igen, és tényleg a legfontosabb a közönség, mert anélkül ugye mi nem vagyunk, szóval, hogyha te nem vagy egy szerethető alak vagy személy, akkor maradsz otthon a kis szobába, érted, és úgy zenélged, szóval igenis ismerkedned kell, ott kell legyél a középpontba, szeretned kell ezt az egész milliót, atmoszférát, és a kulcsmondat, hogy az a jó DJ, aki a legodaillőbb zenét játssza le a legmegfelelőbb pillanatban. Yes, yeah. Ennyi volt a mai összefoglaló. Itt voltunk Esztergomba, a Rögbi Klubba, a Larumba bulián. Tartsatok velünk legközelebb is, addig is sziasztok!